Ez itt egy újabb Kókus Plus epizód. Először arra gondoltam, hogy az elmúlt hetekre reagálhatunk kommentekre, ha van kérdésetek azzal kapcsolatban, hogy mik történtek itt a tüntetés kapcsán. De aztán rájöttem, hogy igazából elmondtunk mindent, ami volt, és hogy mi lesz a jövőben, arról meg fogalmunk sincs. Mi ez? Ez egy Lego csoki. Már régóta gondoltuk arra is, hogy felmerészkedünk egy veszélyes környékre, ami a Facebook. Ahova a short videóink egy ideje már kikerülnek, és ami ott megy a komment szekcióba, az úgy gondolom, hogy egész érdekes és tanulságos, úgyhogy ma a Facebookon teszünk egy utazást a komment szekciónkban. Kezdjük el! Igen, mindenkit előre figyelmezhetek, hogy csúnya szavak, csúnya gondolatok lesznek itt. Nem egy safe space lesz a következő egy-két óra itt, amit itt történni fog. De mindenképp tanulságos, mert szoktam mondani, hogy az kevés nagyobb fertő van a világon, mint a Facebooknak a komment szekciója, és ezt lehet, hogy most alá is tudom majd támasztani nektek. Én sem örülök, hogy ez van, de ez van. Szóval jó, így szépen sorban mehetünk a short videóinkon. Itt még vannak úgy látszik, hogy kedves kommentek is, de hát majd lesznek kevésbé. Voltak nagyon viccesek is régen, úgyhogy nem tudom, meddig megyünk vissza. Igazából már csak azért is felrakjuk a Focus stúdió. Igazából Focus, nem vagyunk túl aktívak a Facebookon. Van egy közös Insta, ami régen a Focus csoport, ami a Focus csoport Facebookja volt, ez a Focus stúdió, és arra mennek fel a shortok, meg igazából bármit arra rakunk fel, de igazából nem nagyon használjuk. Ezt így kirakjuk, mert ezen keresztül megy ki Instagramra is, és akkor itt a Facebookon is fent vannak ezek a shortok, de amúgy sokkal tudatosabban is lehetne használni, de hát nem használjuk. Nem. Én máskor szólok előre, és akkor úgy öltözöl fel, meg minden. Mi a probléma, ez mai öltözékem van. Jó, gyere, köszönjél. De akarsz, végig itt lehetsz, mert a kommenteket... Nem, nincs mit mondanom. Nincs. Hello, sziasztok. Már nagyon régen voltam itt, most megint zavar mondjuk. Na, akkor hozzá akarsz szerepelni még? Hát most, ne, most mit nem? Jó. Erről beszéltünk. Olvasunk. Hát igen, a hősök elég. Nem azt. Te mit csinálsz ott? Megkérdezhetem? Feltakarítok a csoki után. Kijöntöttem a kávét, ahogy beléptem. Istenem, bazen. Akkor Borkát is láttátok, jöhetnek a kommentek. Ja, a kedves kommentek, amiket biztos gondoltatok most itt elmondani Borkának, hogy mennyire tiszteletben tartjátok őt. Nézzük sorban. Visszafele megyünk az időbe. Itt még talán ez lesz az egyik legkedvesebb komment szekciónk. Hősök terés videó. Ezt nem is láttam. Én se. Nem hallgatjuk meg? Nem. Nem fogunk videókat nézni, kommenteket. Már, de nem tudom, hogy mire kommentelnek. A legtöbbet láttam. Hát a hősök terés megmozdulása nyilván. Csoki, téged idéznek. Idézik ezt a mondatot. Ők féltik a gyerekként B. Zsolt Jámor. Szörnyek vannak közt. Ez mi? Gulyás, ott Gulyás Marci jött kiabál, Steiner Kristóf. Én nem találkoztam vele a szervezői meetingeken. Én sem. Kajdi Csabával se, Alföldi Róbertel se, VV Zsoltival, na vele találkoztam. Vele én is. Ő ott volt. Nehéz lett volna ignorálni. Igen, és a Hodász. De ők is kiálltak a dolog mellett, igen, és ők melegek. Aha. Ez lehet a baj. Volt 150 ember, aki kiállt, és abból úgy látszik, hogy 6 meleg, meg a szervezők közül is ketten. Vagyis kettőről tudtok. Jó. Mm. Ja, hát mi azért kellettünk, hogy legyenek nem melegek. Igen. Nem értem a Facebookot se. Ez az összes? Itt az van írva, hogy 32 komment van, és itt van. Mert a mostra... Nem, már átállítottam olra, és akkor is ennyi. Hát de nagyon furcsa ez a Facebook. Hogy... Hát lehet, hogy alapból tírod párat, nem? Vagy... Hát ennyit? Itt van 6 komment, miközben oda van írva, hogy 32 van. Rakátszer ez a Facebook. Hát igen. Oké, mi hazánk igény tart Kárpátaljára. Szerencsére nekik sincs sok esélyük, Vitya marad. Hát, jó. Ezt, akkor ez most már marad. Hazáruló banda vagytok ti is, menjetek a kék osztriga bárba, ott a helyetek. Attila megmondta ezt. Attila azt mondta, hogy melegek vagyunk. Kék osztriga az létező dolog? Szerintem biztos, hogy nagyon sok kék osztriga bár van kék már. De te is tudod, hogy ugye... Bár, de létezik? Hát biztosan létezik. Hát de mi ez a kék osztriga amúgy pontosan? Ez olyan filmben volt? Igen, ez a Rendőr Akadémiában volt, nem láttam, de nem emlékszel? Nem.
És akkor most de ott inkább degradáló volt. Nem hiszem, hogy ha tényleg csinálsz egy igazi melegbárt, azt úgy fogod nevezni, nem? De, sok, tehát most is láthattad, itt volt. Az nem legit volt, sokkal, ez egy poén oldal volt, bazzeg. Ez egy vicc oldal. Ja. Istenem, látod, ugyanúgy viselkedsz a Facebookon, mint ez az idióták, aki mindent elhisznek. Jó, messze van Ádám, bazzeg, nem látom már az öreg szemeimmel, de én teljesen biztos vagyok benne, hogy van Kék Osztriga nevű bár. 287 hozzászólás, ja, itt vannak még. De ott is off 123. Nem is értem. Először azt hittem értelmes ez a két gyerek, de tévedni emberi dolog. Hát igen, amúgy a 64 vármegye is betalált minket ezzel a részlettel, igen. Hol? A TikTokjukon. Uff. Megnéztem, csak annyira semmit mondó, hogy azt mondják, hogy mi azt mondjuk, hogy he-he-he, és hogy ez micsoda nyomorékok vagyunk, álértelmiségiek, ezzel szemben ők pedig, hát ők sem mondtak nagyon semmit, úgyhogy... Oltári seggfejek vagytok. Aha, két tenyérbe mászó megmondó ember. Szállam, fú. Szállam, nagyon oda mondanak. Az sem normális banda, mondja. Kettő szarházi, mondja László. József. Borzalmas boomer képek. Mondja Attila. Na, legalább, neki időn biztos megkapja. Jó fej. Nem kapja. Persze, hogy megkapja. Mitől is jók? Ezek dolgozni láttad jó? Már őket? Pont, élő egyenes adásban itt dolgozom. Szevasz, ez a munkánk, és keci sok pénzt kapunk érte. De Jézusom, ennyi pénzt nem láttam még összesen. Hülye gyerek, úgy viselkedtek, mint két gimnazista egy belpesti gimnáziumban, akik vicces videókat gyártanak, amíg várják, hogy az anyuka megérkezzen a városi telepre járóval. Nem talált. Nem, de amúgy egész jó. Vidéki. És ezt a hangulatot át tudjuk adni. Miért nem tudjuk átadni a vidéki leszakadó családok vibe-ját? Lehet, hogy ez a koncepció, nem? Én nem érzem úgy, hogy ilyenek az emberek, akik itt nőnek föl. Szolgalelkű nyugatnyalók. Oké. Okay. Elfogadom, hogy inkább a nyugat. Ennyire logopédus az inkább vacsolócskám. Lómai, nem római. Na most legalább van mind röhögni, kacarászál. Hú, hát ez a Facebook, az kemény, ti szoktatok mozogni? Ez hú, de nagyon buta emberek, tisztánt, hú, jó. 1000 évig Magyarország része volt, kretének mi ezen a vicces? Mondjuk érdekes a felmerülő téma ebben a formában, az igaz, de ezen vihogni és közben magyarul beszélni, na az vicc csicske. Most akkor egyet értesz, Péter, vagy nem értesz egyet? Nem tudom. De én ki tudom fejteni a véleményemet erről, meg kifejtettem a videóban is, csak nem akartad megnézni, nem igaz? Nem akartál. Nem igaz, hogy nem akartál valójában beszélni a szociokulturális gazdasági kérdéseiről a Kárpát-medencének, meg annak, hogy eltelt 100 év, és az alatt hogyan alakult át a világ, a csonka Magyarország. Ezt már elvesztetted. Elvesztetted. Hogyha szeretnél, beszélhetünk erről is, csak ezek a sortok, hát ezek, igen, ezek inkább ilyen hergelő hülyeségek. Kristóf azt mondja, hogy ez a baj a demokráciával. Ilyen szennyek mutogathatják magukat, mint a fókuszcsoport. Kárpátaljai testvérünk és más ott élők örülnének, ha Magyarországhoz tartoznának. Ezt azért tőlük is kérdeznek szerintem. Szerintem ez azért a legtöbben így vannak vele, hogyha nyugathoz tartozhatnának, annak örülnének. Néhányan azt gondolják, hogy inkább Putyinhoz kéne tartozniuk, és annak örülnének igazán, de én egyetértek, hogy inkább nyugathoz szeretnének tartozni. Szerintem azon nem biztos, hogy Magyarországhoz akarnak tartozni. Hát valószínűleg, hogyha választhatnának, akkor lehet, hogy inkább mondjuk Dániához tartoznának, de... Igen, és lehet, hogy az a kárpátalja, aki meg mondjuk ukrán, az lehet, hogy egész zavarna, és újabb ellentéteket szülne, de ebbe bele sem menjünk. Hát igen, az a magyarság aránya már nem túl nagy Kárpátalján. Akkor majd háborúzunk meg. Belharcok lesznek. Persze. És ők majd személyesen mennek el harcolni. Igen, gondolom. De másoknak nem kell, csak akik akarják ezt a háborút, csak azoknak kell. Természetesen azoknak a házát fogják széttörni, akik szeretnének háborúzni. Másokét nem. Szerintem van most nagyobb gondjuk is most, hogy Magyarországhoz akarnak tartozni, vagy sem. Hát most különösen csábító lenne valószínűleg neki. Egyszer történt, hogy elkezdtem nézni az egyik YouTube videójukat. Ez egy jó történet. Ez jó. Találtam valami érdekesnek tűnőt, aztán felénél feladtam, mert képtem voltam figyelni a tartalomra. Miért?
mert azon morfondírozott, hogy az anyukája lennék ennek a két gyönyörű, idétlen affektálónak. Hú, ez egyszerű. Ez nem tudom, mit éreznek. Igen. Addig büntetném őket zellerrel és fehér répával, amíg nem kezdenek el artikulálni. Fingom sincs, miről beszéltek, halvány fingom sincs. Figyelj, Ani, ne lehet, hogy nem neked való a műsor, hogyha nem érted a mondataink, pedig szerintem nem olyan bonyolultak, de... Nem mi vagyunk a legnagyobb rétorok az országban. Nem, de az, hogy nem érti, az lehet, hogy akkor neked kellett volna egy kicsit több zellert tenni, hogy vitaminhoz jusson az agyad. Amúgy múltkor egy csomó zellert tettél, nem? Fú, nem rosszul lettem, hogy zellert meg répát ettem amúgy. Mondjuk tényleg nem fehér répa. Hát ez tényleg undorító a fehér répa. De amúgy, hát persze nem mindenkinek való amúgy ez betegek a betegek vagytok, Lipótra veletek, ez nem vicces. A Lipót mező amúgy nagyon jó. Ja, csak bezárt már. Agyatlan beszélni nem tudó, politikailag is retardált fajankók. Orvos, mikor látott titeket? Ezzel vitatkoznék. Jobb lenne, mert mondjuk ilyen mocskos szarok, mint mennétek táborozni. Itt a haláltáborokra. És azért, mert egy Wehrmachtos katona is ilyen a kép, ezért gondolom, hogy haláltáborra gondol. De amúgy a Roxforti varázsoliskolába jár. Hát ezt nem tudom, hogyha... Hát így gondoljátok, ez mindent elmond rólatok. Ezt köszönjük szépen. Ti vagytok gyerekek nevetségesek. De amúgy az emberek... Nevetségesnek. Nagyon tetszik, hogy felrakjuk ezeket a Facebookra, mert nagyon tetszik, hogy ennyire ki vannak az emberek ilyen hülyeségeken, mint ja. Kurva short videó. Én azt sajnálom csak, hogy amúgy itt, tehát na most hiába válaszolunk nekik, ők nem fognak tudni erről semmit, hogy válaszolunk nekik, pedig én olyan szívesen... Nem értik, bazdmeg, ez a videó több lesz, mint egy perc, ezt hogy fogják fel? Nekik a megafon az még talán emészthető. De szerintem azzal se teljesen értenek egyet, mert ott is érzik azt, hogy mondjuk a Deák Dani azt próbál így úgy artikulálni, hogy az jó legyen. Nem egy népies hangnemet üt meg, szerintem nagyjából senki ott a megafonban, néhány ilyen kívülről befolyt arcon kívül, és szerintem ez is így eltávolítja őket tőlük. Ami amúgy nem rossz, mert minél távolabb vagy a megafon üzeneteitől, annál jobb. De én nagyon szívesen beszélnék. Nem, ez is egy érv, de csak két nagyképű ovis. Vagy hát ti megtalál. Előző életetekben varangyok voltatok. Varangyok, bocsánat. És ezt mondja a Paganini Csaba. Hát figyelj, ez is legalább egyedi. Legalább nem azt mondta, hogy a következőben leszünk. Nem átkozott az öreg Pagan. Jó, az. Hát itt van még pár ilyen komment, a felénél se tartunk, mehetünk a következő videóra. Úristen, ez mi? Ez, szerintem ezt nézzük meg mindenki. De bazdmeg, azt hittem, hogy a saját videóinkon mennek végig. Ez nem jó, hogy mindig külön nyomnom kell. Oké, lemondási hullám. Itt egy kis vicc volt. Próbálom belájkolni, és nem történik semmi. Oké. 40 napra a csokiról kéne lemondani, és akkor nem lenne ilyen dagadt. Nem neked mondták szerintem. Szerintem csak magamra vettem. Hát igen, ez is sokat elmond. Megszoktam, hogy ezzel bántanak. Jaj. Így már innen. Ez borzalmas, hogy nem lehet lefele menni. És... Ez gyalázatos. Igen. Azt mondja, Nemzeti Sándor. Ez a kompenszer őnek a neve. Az emléme színei mi alapján lettek kitalálva? Majdnem ukrán zászló. Ha az akar tenni, a kék nem pont ez a szín. Nem. Nem az akar tenni. Nemzeti Sándor. Ez amúgy, nagy megfejtése volt a Sándornak, hogy meglátta ezt a logót, hogy hát ez nem ukrán zászló, de gondolom az akart lenni. Akkor miért nem olyan színű? Miért nem román zászló akkor? Csak a színek nem egyeznek. Vagy amerikai zászló akart lenni, gondolom, csak nem ezek a színek. Vagy nem tudom mi. Jézus atyám. Szóval nem, hanem úgy van, hogy a sárga a fókuszcsoportot reprezentálja, ez a kék meg a jól van ez így alapvetően. Igen, és amikor csináltuk, akkor ez a kettő csatorna volt, és akkor így ez így a logóhoz ez így működött. Igen. De amúgy, hogyha nagyon akarod, beláthatsz egy ukrán zászlót, de hogyha nagyon akarod, akkor tegedik sok mindent belátni. Mondjuk nem tudom, hogyha ilyen negatívban nézed, akkor milyen színeket dobna ez, és akkor egy másik zászlót láthatnál. Lehet, hogy ilyen mindenféle szubliminális üzeneteink vannak. Azt attól nem félek. Nézd. Azt gondolkodni kéne rajta. Itt a tüntetés, jaj, 200. Mm. Na jó. Ezek jók, amik nagyobbakat mentek, nem? Hányan látták ezt? Ki ez a tehetségtelen emberek? Miről beszélsz? Dollárból értek meg a tehetségetek, Luna? Én leszek mostantól a Radics Peti, jó? Kéne egy Radics Peti, erre el kellett volna hívnunk a Radicsot, hogy itt felolvassa. Én nem lehet. Én nem lehet, hogy szokott beszélni.
Hívd már fel a telefonon, hogy olvasd ezt ezeket. Tényleg kicsit. Ez a torok hangon, az öreg ember. Valahogy így csinálja. Az a kedvenc hangom tőle. Egyszer csinálok egy Radics hangok tierlistet. Dollárból éltek, mert nem dollárból élünk amúgy. A YouTube az például forintban utal amúgy. És az Írországban van a európai YouTube bejegyezve amúgy. Hát jó. Na mindegy. Én azért nem megyek, mert nem kell a ti Magyarországotok, nekem a mostani kell. Hát, amúgy ez egy valid érv, Zsolt, én nem tudom, hogy te milyen jól érsz ebbe az Orbán rendszerbe, hogyha te neked ez kell, amúgy, hogyha ez kell neked, hogyha úgy érzed, hogy ez ennél jobb nem lehet, ez tökéletes, akkor mindenképp állj ki emellett. Én úgy érzem, hogy ennél még azért lehet jobb. Például ott kell meg, például azoknak a gyerekeknek, akiket megfogdosnak én görények. Na, például szép. Azoknak még lehetne jobb az ez úgy. Is csak egy lipsi pártrendezvény lesz. Mert rátok telepettek az ingyen élő haszonlecsék. Nem az lett. Végül nem az lett, bár majd meghallgatjuk még a Hont András lehet elmondja, hogy az volt. A kurva. Na, várjál, a következő. A gyerekek szüleiken kérjétek számon a nyomorúságos életüket. De Zsuzsu... Mi? Nem, tehát milyen nem. Milyen szellemi nyomorultság szültél ide, bazdnak a kommentmezőbe? Nem, tehát például mondjuk az árváknak... Hát kérd most... számon a szüleiket, mert a szülő, mert a gyerek, vagy ezt most mire gondol? Hát a gyerekek azért élnek ilyen nyomorúságosan, mert a szüleik tehetnek ugye erről, de hát az állami gondozottaknak... És akkor szegény gyerekek azzal most jól jártak, hogy számon kértük őket, vagy most, hogyha már ott van az a gyerek, akkor megpróbálnánk, hogy nekik jobb legyen. De én azt gondolom, hogy szerintem aki, tehát aki mondjuk halálos sebet kap, de gyógyítható halálos sebet kap, azt szerintem az utcán ott kell hagyni vérezni, és a szüleivel beszélni, hogy ez hogy történhetett meg. Sajnos semmi szükség ilyen ellátó rendszerekre. Ó, adj erőt! Ó, egy kicsit beszéljünk másról, mert megőrülök Facebook komment. Jézusom! Úgyhogy beszéljünk inkább egy kicsit arról, hogy mit üzen nektek a Surfshark. A Surfshark ugyanis azt üzeni nektek, hogy hozzáférhettek a Netflixnek az egész kínálatához, az ő segítségükkel, nem csak a magyarországi Netflixhez, hanem áthelyezhetitek magatokat egy másik országba, és akkor onnan egy másmilyen Netflix könyvtárhoz is hozzáfértek. És ezt akárhány készüléken megtehetitek a mobilon, gépen. És ezzel nem csak a Netflixen, hanem másmilyen oldalakat is elértek, amik le vannak tiltva. Én annó Indiában láttam oldalakat, amiket itthon elérek, ott viszont el voltak tiltva. A Surfshark One-nal pedig a Surfshark antivírus segítségével vírusmentesen tarthatjátok a készülékeiteket. Úgyhogy, hogyha úgy érzitek, hogy ti megszólítva vagytok a Surfshark által, akkor mi segítünk nektek ezzel a kis kedvezménnyel, a Kókusz kuponkóddal ugyanis most extra 3 hónapot ingyen kaphattok. Ehhez pedig a linket megtaláljátok a leírásban. Hát azt hiszem, hogy csak ennyire tudtunk megmenekülni ezektől a Facebook kommentektől, úgyhogy térjünk is vissza. Jók voltatok, jók voltunk, de akkor most a nagy munka most kezdődik. Ez az esztergomi cserép János? Nem tudom, de gondolom, mennyire fogja kivenni a részét abból a nagy munkából, ami most kezdődik. Ő amúgy mióta az eszemet tudom politizál, úgyhogy lehet, hogy valamennyire kiveszi, még hogyha... Hát nem legalábbis a részét. Fogalmam sincs, hogy az se, még csak az se, hogy milyen oldalon áll, meg mit képvisel, vagy milyen... ha egyáltalán oldalon áll. Na, most sem bukott meg? Bohóc fel. Igen, az volt a cél, hogy rögtön megbukjon. De azt látom, hogy Vagy Zsolt mindig kommentel. Köszi. De nem ez alá a videó alá kommentelt már egyet? De. És akkor hol a Bite ügy? Ha jól van ez így, ilyen. Több videóban is foglalkoztunk vele, keresd meg. Jó. Még a Megafon is megtalálta, hogy ami a század vég. Nagyon te büdös senkiházi lipsi szar. Már várja, melyikünk? Nem egyértelmű. De lehet, hogy te. Ilyeneket kérnek a Tróger szervezőitek, azért söpredékek voltatok, azok is maradtok. Lássuk, mit kérünk. Szerintem arra a Reddit posztra gondol, amit a... igen, ez az a Reddit poszt. Amit a Trombitás írt ki. Uh-huh. Aha, jó, ez hiteles forrás. Hát jó, hát mi nem kértük. Ezt tudom mondani, és lehet látni, hogy mennyi, hogy nem is történt, mennyi ilyen botrány történt, igen, hát senki egy mondatot. Menj az anyádba. Az Ádám most is koldulni fog? A Patreonon tudsz minket támogatni, így van. Ezt tudom mondani. Az számít koldulásnak? Ez valószínűleg igen. Jó, amúgy, by the way, most raktam fel a Patreonra egy 20 perces VHS vlogot, úgyhogy tessék. Megéri. Amúgy, ami azt jelenti, a végén valóban koldultunk egy szerencsétlen sorsú embernek. Igen.
És örülök, hogy 10-szer annyi pénz összejött, mint amit gondoltunk. Jó, azt hiszem, hogy sikeres. Ez egy jó koldulás volt, jó volt. Szerettem. Bohócok. Hát jó, hát ezt akár kifejthet. Appába, ez is ez a polgárdászom. Révi és Zsolti politikamentes kormánytüncit szervez, és beraktak szépen, ide. Nem így nézett ki a Zsolti. Nem, így vasárnaponként szokott kinézni. Takarodj Szomáliába. Most megint melyikünk? Meg amúgy, hát Szomália amúgy biztos nagyon szép. Kim voltam a tüntetésen, nem számoltam ekkora tömeget sem. Nem bírta végig. Ezt amúgy sajnáljuk, hogy a tömegiszony miatt, de... De valahol a tüntetés, az fontos, hogy most jó dolog, a tömeg van. Ha valahol jó, fontos a tömeg, vagyunk, akkor ez a tüntetés. Köszönjük, Zoltán is megmondta, te már faszt is szopta, te kis Pedro. Valamiért úgy érzem, hogy ez nekem szól, mégse tudom teljesen magamra venni, és nem csak azért, mert nem tudja leírni. A Pedro az miért? A Pedro azt hiszem, a pedofilt akarja mondani, csak virágnyel. Szeret, hogy a kis miatt. És itt is megszoktam már a sértéseket. Én már értem a gondolkodást, mondjuk a tádán. Hogyan sértegetne. Ja, jó. A baján még mindig ott a Vutya könyve, igen. Oké, ez fellázott a selejt, hogy te kedved, mi volt ott a képen? Nem kellene már finomkodni, itt arról van szó, hogy fellázott a selejt. Jó, ez is egy vélemény. A pedofil asszisztens esetében hol voltatok? Ugyanitt, ennél az asztalnál végre láthatatlanul ugattunk. Igen, de ez a mostani eset, az szerintünk még felháborítóbb volt. Arról is csináltak videót, itt valaki válaszolt, és erre válaszolt. Védőbeszéd eset. Nem, meg se nézi, gondolom, minek? Akkor azért járt a dollár most ezért. Hát, Zsolt, amúgy én kívánom neked, hogy tájékozódj, mert szerintem... Jobban áll. Én úgy képzelem, hogy téged megvezetnek, mert nem tudod az igazságot ebbe a kérdésbe, és mégis úgy beszélsz rá. Nem vicces, amikor azt mondod, hogy miért csináltatok, hogy tessék, itt a videó nézd meg. Nem nézem meg, biztos arról szól, de itt a videó nem arról szól. Nézze, nem... A tényekkel nem tudtak vitatkozni. Engem nem tudtak megzavarni a tényekkel. Igen, nem hagyom, hogy megzavarjanak ezek a... Igen, hát mondjuk az sok Facebook kommentelő elmondhatja magáról, hogy ez mi a politika, a közélet, miről beszélünk? Ja, az, hogy beszélni kell a politikáról. Jó. Itt nincs olyan komment. Azt kell nézni, hogy nagyobbakat ment, a sok komment. Itt egy komment van. Hú, bazzik, ez olyan, mint egy megafon videó. Ez mi? A Magyar Nemzet újságot ír. Ja, ez a pressmenes volt, nem? Uh-huh. Miért kell felvenni a svémedeket? Bazd meg, kérdezi Sándor. Hát ezt kérdezz meg a Fidesz frakció. Anyádért kell felvenni. Tessék itt a válaszod. Mit tudsz a szovjetekről? Akkor még te is az acskóba voltál, idióták. Amúgy már éltem, igen, de amúgy anyádat. Egyfelől, másfelől meg attól, hogy nem értünk a szocializmusban, azért mindent megtesz a mai állam, hogy tudjuk, hogy milyen volt. De amúgy ő mit tud mondjuk a borzalmas fasiszta rendszerekről, hogyha azt nem akarja? Akkor most aki nem ért valamilyen rendszerbe, akkor azt már nem mondhatja, hogy ez ne legyen. Én nem értem soha rabszolgatartó társadalomba, de attól még nem szeretnék rabszolgatartó társadalomba. Nem értem a kolera idején, és nem szeretném elkapni attól még. Mit szólsz ez? Te nagyon hülye vagy, fiam, azt mondja például a József. Fogalmat sincs semmiről, te fasz. Azt tetszik, hogy fával írtam. Igen, két agyhalott. Hány éves tetszik lenni? Ez a kérdésed? Most nem mit mondja? 34. A taxis, aki ott se volt. Két hülye. Tényleg itt a taxisról beszéltünk, bazeg. Mit lehet ebbe is belekötni, basszus? Lehet, hogy a taxis a két hülye. Nem, az egy volt. De és az a ki, ez a szarházi, ez ki lesz? Ránk érti? Vagy a taxisra? Azért elég érdekes, hogy ti nem követtek semmit és senkit. Nem értem, mire mondom. Ez arra enged következtetni, hogy ti nem tartottok semmit, sem, ami... Érdemleges tartalmat tesz fel, ergo kinevetni bárkit az tartalom, megoldás nincs a részletekről. Kb. Olyan műsorotok, mint egy Mónikos, de miről beszélt? A taxisról beszéltünk. Kinevetünk mindenkit. Kinevetjük a taxist, aki egy nevetséges dolgot csinált. Minden hülye tud egy által kiválasztott hírrel kapcsolatban kifigurázni, de megoldással szolgálni csak szakember tudti. Fikázó hülyék vagytok. Tök nyolc, hogy kit fikáztok, a lényeg az, hogy fikázatok. Hát jó, én aláírom, hogy nem mentünk ki megoldani ezt a kérdést a taxissal kapcsolatban, nem festettük vissza fehérre a parkolóhelyet. Szerintem mondjuk egy műsornak nem is ez a lényege, nem? Hát úgy tűnik, hogy Árpád ezt várná tőlünk. Mi a Balázsék kimentek mindent megoldani a problémát, amiről beszélt? Lehet, hogy ő azt se szereti. Lehet, hogy ő nem szereti a szórakoztató műsorokat. Lehet, hogy az Árpád azt szeretné, hogyha minden egyes műsorban... Anyátokat!
A tiéd? De mi az, hogy az anyátokat? Most arra beszéltünk, hogy ez a taxis megkabunka, meg itt is, az mi anyánkat be? Hát elképesztő ez a Facebook. Legalább ebben egyetérthetnénk. De miért? Na de lehet, hogy az Árpád Ádám azt szeretné, hogyha ez egy olyan műsor lenne, mint a... Nem tudom. Ha bárki meg tudja csinálni Árpád, akkor mint várom. Mint a Last Week Tonight. Így kimegyünk és megoldjuk. Igen. Mindig, amikor beszélünk egy problémáról, akkor próbálnánk csinálni valami megoldást, de valami nagy volumenű. Tehát szerintem is jó lenne. Galamb szabad lábon. Meg itt is a mi anyánkat, majd meglátod. Ez a galamb, akit szelengedtek? Igen. Soros, oké. Ez csak micsoda ilyen. Téma, kevés a nézettség, hogy ezt fel kellett dolgozni. Nem. Sőt, ez kevés nézettséget hoz, de szerintem érdekes volt. Na vicces. Múltkor is valaki írta, pont itt a Kókusz Pluszon, hogy biztos azért rakok be sok reklámot, hogy a jól van ez így, meg ilyenek, meg hogy ellensúlyozom, hogy mennyire kevesen nézik, de azok ott vannak a számok. Mi a kevés? Nekem nem elég a 100 fölötti nézettség minden néz. Én is jobban örülnék, ha többen nézni. Igen, mondjuk a 200 ezer lenne az átlag nézettségünk, de vagy azért az... Igaza van, de ugyanennyi reklám lenne benne, pont ugyanennyi. Igen, hát csak többet kapnánk érte. Okos bogara! Nem csak az ár fontos. Várja, mi ez? Most melyik? Ja, a Mészáros, amikor... Igen. Okos bogarak. Nem csak az ár fontos, hanem a tartalom is. Miért van az, hogy a proletárok a Mészárost kezdik el védeni? Az már tényleg a... Na jó. Na várjál, zeneművészeti szakiba jár. Nem proletár. Ja, bizonyára összetévesztettétek a pályázatok minden sorát. Na nem baj, a videó már így is kiment, ha mégsem lenne igazatok, ki fog rajtatok számon kérni. De hát pont ez a cél, igaz? Fiúk! De milyen igaz? Hát ezt megkaptuk el, Janosz. Nem arról volt szó, hogy kb. Véleményre nem is volt idő, csak elmondtuk, hogy olcsóbbak az éres csak ki, mert olcsók, túl olcsók voltak, a drágábbak túl drágák, és csak a Mészáros ém alatt bent. Mik ezek a képek? Nem tudom, bazdmeg, szörnyű. Ez a borzalmas, katasztrofális helye nyomor, a Facebook komment szekció. Ez a wretched realm, amiről az öreg Papa Franku beszél. Hát ilyen intelligencia szinten nem fogjátok sokra vinni. Próbáljátok ti a kormány meg a Fidesz szapulni, de nem vagytok elég okosak hozzá. Sőt. Amúgy az intelligencia szintünk az amúgy nem alacsony, ugye a Menza tesztek szerint, de attól még sajnos lehetünk... Azért látjuk a Fideszbe sem, hogy a zsenik kerülnek bele. Azért látunk érdek, szóval nem ezen múlik szerintem. Lehetünk ügyetlenek. Ja. Igen, nagyon sok nagyon okos ember van a Fideszben, akik borzalmas dolgokat csinálnak, és valószínűleg a Gyurcsánynak is magas az IQ-ja. Kommentelni tudtok, de szerintem máig életetekben plusz értéket még nem produkáltatok. Á, de szerintem de. Hát attól lehet vitatkozni, hogy nagyon sok dolgot, de hogy biztos, hogy legalább néhány dologban csináltunk már pluszt. Én például költöztettem is. Na. Nagyon sok sittet lapátoltam. Az jó volt. Annál kellett volna maradnod, nem? Igen, az lehet, hogy ez... Hát kevesebb kritikát kaptam volna. Valami újat dumálni mindenki tud, mást sem. Hát kommentelni is. Hát azt is elég sokan tudom. Főleg egy ilyet már, ilyet talán bárki tud. Fasság ez a Magyarország. Ezzel se értünk teljesen egyen. Ez egy kamúduma. Nem. Ti aztán nevetős fej. Micsoda komoly dolgokat tudtok ti foglalkozni? Lehetne nekem is ennyi időm. Mit mivel foglalkozol, Tamás? Hogy nincs időd? Hát nem tudom, valami másra van ideje. Csak nekünk ez a munkánk. Neki van ideje ide kommentelni. Ezért egyet. Kapunk fejenként napi 1 millió forintot. Úgyhogy most Tamás, szerintem ez nincs. De ne izélje már, ne trombitáskodjál már. Hát de jó, 2 millió forintot kapunk. Csak azt gondoltam, hogy hergelem őket, mert ezek, tudod, hogy elhiszik. Ez a probléma, Ádám, ez a probléma. Azt fogják hinni, hogy irgalmatlan soros pénzekből élünk. Kit érdekel, hogy mit? Így is azt hiszik be ezen. Mennyit kaptok ezért a kormány ócsáról videóért? Ezért a videóért, ezért pont 0 forintot hát kaptunk. Igen, és a Facebook még sose adott nekünk pénzt. Hát inkább arra van, hogy hát nem tudom, mire van. Gondolnám azt, hogy egy kicsit a reklám, hogy hát ha valaki átmegy a műsorra, de úgy látom, inkább csak a kommenteket farmoljuk itt. Várjál, fiatalok vagytok ti még ehhez, meg vagyontalanok, ja, meg hülyék. Most akkor vagyontalanok vagyunk, meg túl sok az időnk, meg a pénzünk. Milyen jó volt, mikor az emberek a több havi fizetésüket sem kapták meg 2010 előtt. Mi közelhez? Biztos, hogy nem volt jó. Itt vannak a szkíták. Na, arra biztos lesz. Azok jó. Facebookosnak tűnnek. Miért nem szkítául mondják? Hát úgy látom, hogy nem sok szkíta tévedt ide. 10 bolond. Úgy látszik, hogy a szkíták még nálunk is rosszabban. Miért? Van, akiben még biztosan bele lehet rúgni, úgyhogy ne kapják negatív kommenteket. Legalább ez sikerült.
Szegény szkitár. Megafonosok, na. Vajon ezeket ki a tökön fizeti, aki néz? Igen. Ki ez a két cigány? Ezt ránk mondják, vagy a megafonosok? Szerintem ránk. Ja. Kevesen vagytok pubik. Kevesek. 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 Szerencsére Edek az... Fókusz egyenlő pók. Pók. Oké, ott Szabó Mária egy ilyen rendkívül jól kinéző szével azt mondja, hogy oké. Pont ilyen szánalmasak vagytok. Okos autó, okos telefon, okos óra, okos tévé, okos tojás, hülye gyerek. Fú, mekkora boomer mém. Édes Krisztusom, mert lesül az arcomra ebből. Jézusom, Jézus, hát kiráz a hideg, mondjuk. Szerintem jó volt. Nagyon rossz. Toxikus kapcsolatok. Nézd, ez nem politika. Mint titeket. Két fasz. De várj, most itt miről beszélünk? Hét intőjel, hogy toxikus. Ez mi a bajod, Zsolt? Ez mi a baj? Drága troll farm. Ez nem nekünk szól. Nyomjátok a propagandát. Buták, mint lóharapás, baszki. Ezzel nehéz vitatkozni, amúgy, nehéz értelmezni. Amúgy az, hogy az a szellemi nyomor, ami itt megy Facebookon, az mindig rájövök, hogy nem véletlen van az a kétharmad, bazzen. Tessék. Jó, ez a hosszú várólistás szerintem. Igen, igen. Hülyesség. Nekem 3-4 hónapot kellett várnom. Októberre voltam kírva, és szóltak, hogy jöjjek hamarabb, mert szeptemberben már volt hely. Ja, hát akkor minden rendben. Hát ez azt jelenti, hogy akkor... Persze. Tehát, ha az orvosok dolgoznának. Ez is egy leszűrendő dolog, igen. Korrupt disznók. Erre esküdtek fel az orvosok. Kirúgni a lustaságtól és a segítőket, beteg, meg tagadás gyógyítókat. Kaci, kétharmad. Hát kétharmad. Sose lesz, nem kétharmad. Örökre kétharmad lesz. Én nem azt mondom... Örökre, bazd meg, ez hogy szólítod meg ezt a réteget, bazd meg? Én nem azt mondom, aki hogy... azt mondja, hogy nagy a várólista, akkor azokban ki kell rugni az orvosokat. De nem, bocsánat. Hát az... Azt mondja, hogy kirugni a lustaságtól és a segítőket, beteg, meg tagadás gyógyítókat. Ezt mondja rá, nem. Tagadás, ez egy... Oroszt próbált translate lefordítani. Hogy... Reménykedjünk benne, hogy egy, igen, csak egy kamu profil. Birkák, ti négylábúak vagytok. Hát László, szerencsére nem vagyunk mind ugyanolyanok, mint te. A mohokáznak a problémán, rendben van. Ezek már nem kaptak sok lájkot. Viccnek is a hát sírom. Hát jó, szintem ezzel a végére értünk már. Aranyosak itt. Csak az ostobák hiszik ezt el. De hát ezek tények. Igen, az állam a saját adatbázisában. Német Szilárd Soros sipkában, nézzük, ezzel volt a bajuk. Két tornából felmentett faszkalap. Köszönjük, Tamás. Hát figyelj, ez is egy vélemény. Na, mert te olyan kisportoltak vagytok, kérdezi. Hát de most nem arra, hogy már a német Szilárdhoz képest per pillanat, és tudom, hogy idősebb nálunk, meg hogy volt, amikor sportosabb volt, mint mi. Német Szilárddal nem az a gond, hogy mondjuk kövér, hanem az a gond, hogy... Nagyon jó lesz a kommentek. Ez a, tehát, hogy így ezt építette föl magából, hogy ő ilyen mindenféle ilyen nagyon zsíros, nagyon fura dolgokat főz, és akkor azt így lapátolja be, és akkor ropogtatja a csirkefejet. És ezt nem mi alakítottuk ki róla ezt a képet, ezt ő magáról. És ez szabadjon már erről beszélni. Nézd, az a cím, hogy vidéken már csak így megy. Ilyen a kommentekre. Kaptunk néhány kommentet erre. Gondolom, a Fidesz hibás ezért. Részben. Jó, nem helyes, amit a sofőr tett, de nem kell így kinevezni a másik embert, nem tudhatjátok, milyen élete van. Szégyeljétek magatokat, más gondjából gondtűzni. Akkor... Amúgy ezt én is átéreztem, Ádám, hogy azért itt nem tudunk mindent, és abban igaza volt a nőnek, hogy ugye bármi lehet a háttérben, és inkább megértéssel érdemes fordulni az embertársainkhoz, mint hogy egész egyszerűen csak kinevetjük. De attól még hogyha megértéssel akarok is állni az embertársamhoz, például ahhoz az embertársamhoz, aki részegen Kesztőcre hazavezette a buszt éjjel, akkor is azért hadd nevessen már ki ezt a helyzetet. Ha haverom lenne, és kinevetném, de hogyha meg mondjuk a te gyereked ül majd a buszba, és az a busz karambolózik már részeg, akkor lehet, hogy ez az empátia gyorsan szertefoszlana bazdmeg. De nem, akkor is azt kell mondani, hogy nem, nem. A gyermekem meghalt, de... Vajon milyen lelkiállapotban van ez a sofőr? Igen.
mielőtt részegen beült a volán mögé. Ja, Istenem, na jó, mindegy. Ó, az itt még vannak kommentek, de érdekes, hogy ez jut eszébe, hogy Magyarországon nagyon elnézők a részek vezetőkkel. Báznak. Ők különben egy pár, igen, mert egymás mellett ülünk, akkor már egy pár vagyunk. Ezt mindenki kérdezi, aki egymás mellett ül. Igen, gondolom. Kikérem magamnak egy vidéki, jó, ezt csak viccből mondtam. Családi probléma, azt tetszett, buta arcú cigány gyerek ismeri a dolgot. Mi? Nem teljesen értem, Géza, mit akarsz mondani. Én sem. Megint hányok tőletek, mint mindig. Köszi, játszott, hogy ennek ellenére is megnézed a videóinkat. Mindig. Gyere hányni gyakrabban. Kik vagytok ti? Fitnessterembe járó, barbershop és barbershop, a járók is buzik vidéken, a nők ilyenekkel szóba se állnak, csak itt a városban van egy esélyetek nővel lenni. Hú, Sanyi, bassz meg, ezt oda mondtad. De nem is tudod, hogy itt is milyen kevés az esélyünk erre. Igen. Fülessen a fejen, korhű, anyuék meg takarodjanak dolgozni, én addig vigyorogva vagyok király. Antal, vigyorogva király. Hú, bassz meg. Megvárom, amíg kijön magyarul ez a komment. Ez jogos amúgy, ez jó komment. Píha, ez az okádék nyálas szájú, de utállak. Nem jözlek tiltani mindenhol, mindig visszakerül az okádék, írta a pofád valami új oldalon. Hát pedig Facebookon csak itt vagyunk. Próbáld meg letiltani most ezt, és akkor hát, ha már nem jön. De amúgy kiszokták, hogy riaplódolják. Két gyurcsány tetű. Szerintem a gyurcsány, ezt kapeleget tűzünk. Hülye faszok, azon rögtök, hogy valaki gondolkozik. Mit, hogy részeg volt? Nem, azon, hogy jaj, ezt meg kell érteni, hogy részeg volt. Ja, de jó, mondom, ez mindegy, ezt a részét már megbeszéltük. Két fiatal analfabéta majom röhögsérése a megoldás. A gatyát önállóan képtelenek cserélni, de akkor ott van anyukám, segít. Igen, itt van. Ez nagyon oda mondta. Igen, bazán. Itt van anyád. ez a fókusz geci stúdió patkányok. Anya is írtotta, de hatástalan volt. Igen, anyád is itt volt, és írtotta, de valóban hatástalan volt. Miért írják oda, hogy a saját anyjuk itt van? Na, meg a zsírfejű, meg a tuti mama kedvenc majmókája. Hogy lehet ilyeneket írni? Van, óvodások tényleg. Ennek a két lelki szegénynek van jogosítványa? Igen. Igen. Hát itt tartunk, látod. Két fasz. Jó, ez összefoglalt. Mi ezen a vicces? Hát ez kurva jobb, ez mi itt megy? Azt a kurva. Álmak és falnak ugrások, jaj, ajaj. Gyerekkori sztorimat meséltem el csak. Ja, oké. Falnak ez a két barom, hát maguk mondják, hogy buta lipsi bolsik. Mondjuk nem tudom, ez mire utal. Ne, csak azt mondtuk, hogy buták vagyunk, azt mondom, hogy lipsi bolsi. Igen, azt te költötted hozzá. Azt nem mondtuk. Fertelmes két buta. Minek örültök, pöcsfejek? Beteg két gani. De ez amúgy ugyanaz a két ember. Elég ebből a szarból, elég. Falnak? Adjál őt. Aj, Istenem. Valaki tud segíteni, hogy ez a malacpofa mi a faszt akar azzal a visításával? Valamit el akar küzdeni? Gátlást? Vagy ez az, amivel egész nap manipulálni akar? Nincs több. Hát ez infantilis. Mi van? Elkezdesz pofázni minden videójukhoz masszív. Nagyon jó, hogy 10 kommentet hagyott, onnan tudod, hogy biztos épp elmélyű. Két elme hiányos, ezek a falnak ugranak, fekete gyé, meg elektromos rollert, most atomerőmű napkollektor, kunhalmi falnak szalad, varjú fizeti a bitmztonsági őrt, szél börtönbe került, mehet reggelig nyomorultak. Két ratykó. Amúgy ez meg mindig ugyanaz az ember. 20 kommentet írt ugyanaz az ember. Hú, bassz meg. Ez a két fartúrókos. Faltörőkos. Ja, két eunok. Két eunok. Jó, oké. Okay. Hát, hát a baj, a fal, ott lett hülye buta arcú cigány gyerek. Amúgy hogy lehet 20 kommentet írni ugyanaz a rád, és mindig más. Azt és egyre jobban elborult. Hatok jelt a buta arcú cigány. Két hihetetlenül gagyi ember, a visító meg a buta arcú cigány. Júj, ilyen a baloldali fasság. Túl sok. A komment? Tényleg mind a kettő. Tényleg kiraksz egy kedves videót a gyerekkori sztoriról, és ez a komment szekció. De ez nem egy gyerek. Én biztos voltam benne, hogy ez egy gyerek. Mert azt hiszem, hogy egy gyerek összeszéri. Elképesztő szembesülni a szellemi állapotokkal ebben a hazánkban, hogy kiraksz valami kis, még csak nem is semmi politika nincs benne, semmi, ez egy gyerekkori sztorit, és valaki 30 kommentet ír különféle menje búspicsába kommentekkel. Egyszerűen elképesztő. De hogy egyfolytában gépeltet.
És akkor ilyenkor, és akkor azt mondják a Radisnak, hogy maga gyártja a kommenteket. Keci, ezek maguktól szaporodnak ezek az ostoba kommentek non-stopban. És aki összörenjen követi. Miért kéne a Radisnak saját maga írni kommenteket? Tehát ott van millió számra, tonna számra ott van. Pedig, és neki, nem tudom, 200 000 követik meg őt is a Facebookon, ott gondolhatod minket 2000-en. Gondolhatod, hogy milyen kommenteket kap meg üzeneteket? Én nekem az jutott eszembe, Ádám, hogy viszont, tehát ez olyan jó lenne elbeszélgetni ez az emberrel, hogy mit értett ezek alatt. Sok mindent nagyon jó lenne. Ajaj. Itt a Marx itt volt nálunk, és lehet, hogy ezt nem tetszett mindenkinek. Igény van rá. Ja, hogy miért nem büntetendő az a izé szerintem, az a kuruzslás. Ja, a kuruzslás valóban. Hát azt mondjuk, tudom, hogy szeretik a Facebookon. Téma annyira gagyi, mint ez a három majom. Ki a harmadik? Én itt se voltam, bocsánat. Vannak igazi médiumok, de az a baj, hogy már 100-szor több a csaló, ezért már az igazinak sem akarnak hinni. Gondolom, melyik az igazi pont, te havarod, nem? Ugyanúgy büntetendő, hogy tipofáztok mindenféle fasságot, szóval sem menjél. Igen. Ugyanúgy nem büntetendő. Te köcsög! Hogy te nem hiszel benne, attól még vannak tudás. Te ufokban sem hiszel, mert sötét vagy? Mondta, írta ezt a céges oldalára. A festőmázoló. Ne bántsátok kis Katót, sokat segít azokon, akik kérik, tiszta szívű és érzőnő. Amit kiejt a száján, az igaz, Kató igazságos, nem néz le senkit, és nem bánt senkit, legyél te is olyan, mint kis Kató, menni fog? Nem, mert ugyanis nem baszunk át sok ezer embert. Sajnos bizonyos gerinc fölött nehéz már kis Katónak lenni. Mert Isten létezik? Lehet, hogy nem látja a halottakat, de meg tudja nyugtatni lelkileg azokat, akik hozzáfordulnak segítséget, ennyi, hát át tudja verni őket valójában. Rendőrség használja, úgyhogy nem átverés! A rendőrség az lehet, hogy azért használja, hogy utána legyen mivel bizonyítani, hogy hazudik. Akadnak olyan médiumok, akiknek a megérzéseit az amerikai rendőrség is felhasználja sikerrel. Tehát ez a Caputo médium esetében. Hiába keresték a csalást, nem talált senki semmiféle csalást. Ez a Teresa Caputo, ez az a TLC is nagy hajú nő. Mert akkor az azért elég nagy humbug. Ez nagyon előnyös ez a kép. Ez valami régi. Ez már régi. Ez az ilyen évzáró videónk, csak ilyen, nem? Ott biztos kedves kommentek van. Mi ez? Oké. Robinál... Nem, ez... Na, itt kedveseket írnak. Nagyon jó. Jó, boldog ilyen karácsony is nektek is. Megint a Marxi. Ajjajjajjaj! 300 komment! Itt jött egy pár, lehet, hogy megint az a csávó, az beindult, aztán leírt 4000 szót. De irigy vagy partizán cimbora. Oké, Birka nép, én úgy látom, hogy ott minden rendben van, jó van ez így, csak 650 000 forinttal nőtt a fizetése, az kevés, majd sok birka kitermeli a 900 000-et is neki. Ez az Orbán. Ja, hogy ez az Orbán. És te mennyit keresel? A miniszterelnök fizetése meg sem közötti a sok fiatal semmihez nem értő személy fizetését. Hát ez nem igaz. Hát azért nem szép igaz. Lenne. Mennyi a fizetés a miniszter? 3-4 millió? Ne pofász hülyeségek, inkább tedd a kötelességet, a semmiért veszed fel a pénz, amit mi fizetünk. Ez nem igaz. Ezt szerintem fordítva ül egy kicsit lovan, az Orbánét fizetjük mi. Igen. Miért gondolja, ezzel fog visszavágni, hogy a tédet fizetjük mi. De miért? Tehát az egyik politikus adgyerődő az nem. Hát az Orbánnak a fizetését teljesen biztos, hogy mi fizetjük. Hogyha azt gondolod, hogy nem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tévedsz. Ezt sajnos más nem lehet rámondani. És mi a gondod, miért nem tanultál, hogy legyél miniszter? Hát... Az a gond, hogy nem a tanulással lehet miniszternek lenni, ezt már láthattuk. Ugye, az áruló. Kíváncsi lennék a te fizetésedre is még, hogy te mennyit adnál az embereknek, ha lennél hatalmon? De ez nem így van, Imi, ez nem úgy van, hogy te mennyit adnál az embereknek, ha te lennél hatalmon. Ez nem, azért az ország nem így működik, hogy ott vagy a hatalmon, és akkor azt mondod, hogy akkor legyen mindenkinek több a fizetése, és akkor mindenkinek több lesz a fizetése. Ezért... Tiéd mennyit emelkedik, bohóc? Nem mindegy neked? Hát ez nem az adódból van. Ez elképesztő bazán. És nektek mennyi? Adj erőt. Marcika, te téged mennyit, kifizet. Te mennyit nyolc fel köcs? Egy liftben a megafonos. Oh,
Jaj. Ninja harcos, mint Mangalica királya. Hát ez jó. Ez... Két bohóc. Tessék. Az egyik egy malac pofa, aki artikulálatlanul visít minden buta poénnak vélt értelmetlen kijelöltetett mondaton, a másik meg egy buta cigány gyerek, aki kicsit visszafogottan erőlködik önbizalom hiányába. Összességében nem csak, hogy amatőr, de nagyon gagyi is, amit előadnak, vagyis olyan tűnik, mint a két dankoros gyerek egymás között azon rötyögnek, melyikük a hülyébb. Ez nem igaz. Fú, ez azért belerakta az időt, hogy ezt megírja. Akkor hív vissza, addig én szórakoztatom a nagy érdemét. Fölveszem. Jó, de... Csöcsüzeletetteni. Magyarok nem utolsók, addig keresek megint egy ilyen randizás illemtan, tessék. Két ekkora idióta barom. Oké. Nektek persze tanácsokkal sincs esély. Miért van, hogy a férfi soha nem késhet, a nő még több órát késnek? Ez szerintem nem igazság. Figyelj, László, hogyha minden randidon több órát késtek a nők, akkor ez nem tudom, azért ez nem normális szerintem. Gábor azt írja, megszólalt a csoki, akit az anyja és csúzliva letette annyira randa. Ez nem szép. Nem érdemli. Nem érdemli meg ezt a csokkár. Ott teljesen elaléltek a nőktől az előző héten is. Ott. Ez a legalja. Hát eléggé legalja. Nem, ezt jobb, ha nem is látja a csoki, mert csak elsírja magát. Fú, és itt összevesztek, hogy ki a rondám. Engem szoktak arabozni, meg cigányozni, nem gaj. És ha mi lenne arab lennék, hogy cigány, akkor most meg kéne sértődnöm. Csak erre nem fogsz ennek örülni. Mi az? Megszól a csoki, akit az anyja is csúzva letetett, annyira randa. De ez nem igaz, Gábor! Hát most itt mondja, nézzük meg akkor a Gábor, hogy néz ki, bazd meg. De itt van. Lehet, azt mondja, mondott te, akinek olyan retkes a kopasz feje, szoppá, hát már valaki megelőzött minket utána jár. Lehet, de ennyire dagadt sose voltam, és ennyire dagadtként nem szólongattam be nőknek, akiknél szintén ennyire dagadtként esélyem se lenne. Miért kell megforgatni a tört a szívemben? Hát szar lehet, hogy neked esélyed sem volt, de hát lehet, hogy nem mindenki, akkor a nyomorult. Na, menjünk tovább. Ez mi? Ajaj. Vidám karácsonyi híreink. Mit kérnek a gyerekek? Ja, oké. Te magok, szarok vagytok. Orbán szavazók. Én ezt elegem van, az év szava. Szégyen, amit a vallással tettek, 183. Na jó, lássuk. És a rengeteg papa kiarászlóknak segítenek, sajnos ez így nem teljesen fedi a valóságot, ez így általános, ez így nem korrekt. Jó, igen. De most erről a hírről beszéltünk. Hát igen. Miről beszéltek? Hazugság. Tudod, hány iskolát támogat és fenntart az egyház? Nem, hát nézz utána, a pap meg olyan ember, mint mi. Hát, ez nem teljesen szagyarló. Mennyi iskolát támogat és fenntart az egyház, azokat az iskolákat úgy kapta az egyház, és az állam fizet érte, az egyház csak működteti. Ez olyan, mintha te mennyi iskolát tartanál fel és működtetnél, hogyha neked adná oda az állam, hogy tessék, itt van sok pénz, meg ez az iskola, működtesd. Úgyhogy nem teljesen ugyanolyan. Beletenyerültünk. Dolgok. Igen. Kisziasztál. Miről beszélsz, ezt olvastától. Forrás, vérlázító. Nem igaz. Nagyon jól mondod. Hát van itt, megosztanak a vélemény. Ki a jobb? Hát, keresünk. Hát nem érdekelt, úgy látszik. Ferinek csak a szája nem. Lehet, hogy Ferit az internet még nálunk is jobban utálja, szóval. Ja, ez ugye az volt, amikor még azt mondta, hogy mégse jön, de hát most... Én sem értem, miért kellett volna ez, Puzsér. Hát alapvetően a közös többszörösbe több mert ember mert nem képesek ki. Jókat kérdezni Puzsér ebben. Jön ott van. Ez igaz. Puzsér, ez Puzsér több gyakorlata kérdez, van, igen. Puzsér nem vitapartner, ezt nem értitek, azt ciki. Hát, Jutka. Én úgy érzem, hogy vita partnerként megállna a helyét. Ha megnéztétek a másik közös többszöröst, nem gondolom, hogy a Gyurcsány az feljebbi polcon van amúgy. Meg ne, tehát nem is egy ilyen, tehát nem is ez az ordibáló Puzsér van ott ilyenkor. Hiszem az internet, az volt... Puzsér nem, egy fasz, szófosó. Hát az internet már nagyon régóta várna egy Puzsér versus Gyurcsány vitát, és én meg akartam adni ezt az internetnek. Biztos, hogy nagyon nagyot ment volna, sajnálom, hogy nem jön össze. De az internet felrobbant volna attól amúgy. Lehet, Viktor még nem engedi el. Az nem kedves. A buta cigány gyerek, meg a tokás malacpofa. Ez ugyanaz, mindig ugyanő írja. Beírja ezt. Cigány malacpofás dolog. El van mentve neki ez, és mindig beírja. Mm-hmm. Srácok, nem lenne jobb esetleg dolgozni, melózni, nem itt hőbörögni? Jó, az nem értetek. Nincs képzésetek, szép nevelést kaptatok, biztos büszkék szüleitek rátok. De mindketten végeztünk valami. Igen, igen. Van nekünk szakmánk, és nem ez.
nem ez. De úgy látszik, hogy ebben is elég megálljuk a helyünket, vagy legalábbis... Ha valaki megnézi, két komment, egy... hú, három, nem mindegyik fut nagyot. Nem, hát ez ilyen origós újságíró vállalja. Mik vannak még itt? Két senki házi. Két balfasz. Aha, jó, ezek agyatlan ellenzéki propagandisták, függetlenek hazudják magukat és vihognak. A vége az igaz. A vége az igaz. Jól jegyezzétek meg, kétfajta fideszes van, az egyik sok pénzért fizetés, és a másik pedig ingyen hülye. Aha. Ez is megint ugyanaz az ember. Igen, igen, ez az, aki azt mondta, hogy csúnya vagy. Igen. Azok az emberek, ezt mondja, ez a nyomorult, aki beszélni se tud. Hát. Én imádom, hogy valaki elhiszi, hogy létezik független újságírás, pedig független újságírás az létezik. Jó, van, higgyél, amit akarsz. Közpénzből éleskedők, Origó és társai, az mondjuk. Nincs párt, erre van igény, okádnom kell, na, valaki tőlünk okád, valaki az Origótól. Két műveletlen drogos. Ott írja, hogy ezek vagytok. Mi, ezt nem hát is ezt most megkaptam. Szerintem ez vicces. Ez, nem, ez tényleg jó. Ez egy erős, ez odaszúrt. Miért, ez most rossz, ők most gonoszak, vagy valami? Odaszúrt, ahol igazán fáj. Mit szóltok már valami? Két műveletlen drogosak vagyunk. Mikor szóltak már valamit politikai hontalnok szövetség? Jó, mindegy, de semmikor, mert leszarjuk őket. Szóval. Úgy nem tudom, hogy ez mi. Valami egy minimumadik párt amúgy. Hát őnekik is elegük van szinte ma ezekből a pártokból. Hát akkor találják meg a nyilvánosságukat. Ti minősültök zöldfülű lipsiknek. Csak minden, tudjátok, hány levelet kapunk mostanában, meg főleg, hogy erről meg arról beszéljünk, meg erről meg amarról beszéljünk. Úgyhogy a nyomorult cigány mocskolódik itt, na meg a dagad disznó. Na ő is. Ő az, aki múltkor gecisokat írt. Két tetves. Két idióta bohóc vagytok. Hitvány magyarnak alkalmatlan. Alkalmatlan. Nem vagyunk eléggé szolganép. Ez a baja? Majd lehet ilyet mondani. A két tetű. Mit beszélünk a boháról? Két agyhalott barom. A Momentumosok kampányoltak a román párt mellett. Momentumos vezér mondta, hogy utálja a magyar focit. Szóval amikor hazudott a bohár. Igen. És utána azt hazudta, hogy ez egy mém volt, mert azért nem szeretné vállalni a felelősséget, hogy hazudott. Szeretnétek ti Bohár Dániel lenni? De nem. Nagyon nem szeretnék. Fú, az borzalmasan fájdalmas lenne. Az a, tudod, milyen nehéz lett gerinc nélkül élni, bazen? Én úgy élném meg ezt, mint egy ilyen Kafka regény, hogy fölébredek, és nem egy ilyen óriási bogár vagyok, hanem egy bohár. És borzalmas lenne. Bohárra változtál? Bohár. Egy bohárra változtam. Katasztrófa lenne. Tényleg Fidesz bérencek vagytok, vagy tévedek, bizonyítsál. Most egy új videónk alatt is egyik komment, hogy mekkora patkány Fidesz bérencek vagyunk, és akkor már tényleg kezdek összezavarodni. Mégis miért vagyunk mi fideszesek? Tényleg azt hiszitek, hogy mindenki tájékozatlan, és hogy nem ismerjük a lipsi fajtátokat? De hát itt arról volt, hogy kiderült, hogy Bohár konkrétan hazudott. Szóval igen, azt gondoljuk, hogy nagyon sok tájékozatlan ostoba ember van, de ezt a Facebookon nap mint nap bizonyítjátok amúgy. Tudod, kicsi amigo, ezek a faszopó románok elárultak minket, és magyar földet birtokolnak. Elmentek picsába, bazd meg, ezekkel szarokkal akarsz élni, menj Bukarestbe. Hát Balázs, vagy... figyelj, én értem, értem ezt az ellenszenvet a románokkal, de attól még a bohár az egy hazug ember, ez egy hazudó ember. Te túl hülye vagy, hogy a bohárt megértsd. Hát, az, ez szintén még bók is. Igen. Te senki, ez egy szutyog szar. Fáj, ez igazság igaz, két majom. Oké, pohárdan, ez nem szép, hogy pohárdaninak. Két nyomorult csíra. Ez ki a fasz? Ja, tudom már, a századik senki. Most ez most ránk, vagy a bohárra érti? Hú, bezzeg, hát gondolom mindkettőnkre az a kibékülök. Itt van a másik bohár emberes. Nem szeretik a bohárt, hát az emberek a kommentekben. Sok sejtes, romantumos lipsi. Hát mi vagyunk? Aha, de ez, itt valaki megnézte a vonatkozó videókat, hogy mi a... Meg sem közelítitek, amúgy annak örülünk, köszi. Két nagyon kretén úgy tesz, mint nem ismerni a Momentumosok előéletét, vagy tényleg ekkora barmok. Két faszkalap, mondja Győri Sándor, köszi szépen. Irigykedtek, hibbantak. Ez azért súlyos, amit megy, én úgy érzem. Jó, ott a megyünk a Böribe, ott is van sok... Ott biztos örülnek neki. Ott a helyetek, a pofátok véget is. Most miért? Most ez milyen világ, ahol azért, mert nem értesz valakivel egyet, azért már börtönbe zárnán. Ott szerettek majd lenni.
Jó, ez korrekt. Odavalók vagytok. Jó kis búzis poén, ez azért rendben van. Egy jó kis búzizás mindig jó. Persze. Két seggfej felháborító a pofátlanságotok. Két ratyi. Júj, én is visítok ettől a köcsöktől. Há, ez megint ugyanaz. Több az apró a zsebetekben, mint ész a fejetekben csicska csivavák. Ó, ezt megkaptuk azért elég keményen. Jól megélnek ezek a torz görcsök a szemetelésből, és valamelyik soros engó szokás szerint úgyis ugrik majd, nem kell sírdogálni. Két tehetségtelen mosdék műsora szarbúzik. Ti lennétek a zárka csicskái. Nem lenne jó amúgy börtönbe kerülni. Hát érdekes. Ki a faszom ez a két köcsög? Kutya, ha oda kerültök, ti fogtok ágyazni nekünk, senki ez dagadt szarok vagytok. Nekünk? De te is a börtönbe vagy bazd? Tűnik, akkor ő is már hát mondjuk, ez sokat elárulna. Origo és OnlyFans, nézzük erre, mit sikerült kihozni a kommentelőknek. Gusztustalanok vagytok, fúj. Szánalmas gnómok. Akkor ott valaki belakta a Tajcs Tamást, hogy el van égve, mint a kurva. Most azt kérdezik, hogy klikkeljünk az Origo oldalára? Amúgy azt tényleg nem kell senkinek. Baloldali bolcok csak lefelé, együtt mentek le a lófaszán, szarházi csak lefelé. Hát ez erős volt. Öreg Feri azt megmondta. Még ezek a képek, alulról fényképezett napszemeges kép a szobában. Hú, geci. Nem is értem, mi a problémája a két hülye gyereknek a cikkkel. Nem kaptak témát a főnöküktől, ezért kerestek valamit, szánalmas két idióta. Ugye ebben nem szoktál belegondolni, Ádám, hogy néhány embernek mi olyanok vagyunk, mint az a két humortalan, szegény, szerencsétlen, akit tudod, múltkor néztük, hogy a Romantummal poénkodtak, és valaki néz minket, és ugyanazt érzi, mint amit mi éreztünk, mondtam, amikor néztük. Mondtam, hogy interneten mindenképp utálni fog valaki. És hogyha ezek utálnak, akkor jól választottunk. Miért látom önöket az oldalamon? De ez legalább egy korrekt kérdés. Bocsánat, Katalin, bocsánat. Szerintem ez tessék letiltani minket, és akkor... Nagyon fontos, de lehet. Bede Zsolt versus Krúbi. Na, itt aztán lesznek érdekes dolgok. Remélem, megjelent, megidéztük. Csicskák vagytok. A cigány gyerek zsidózik. Most ki a Krúbi? Nem tudom. Mi? Most akkor cigányok vagyunk? Eddig két videótokat néztem meg. Lopott idő volt, kb. Ennyit ér, mint ti magatok. Kösz. Kösz, ja. Ki ez a két gyógyi barom? Ezok mi lennék? Nyajátok ki Bede Zsolt seggét. De nem szeretnénk. Pont azt mondjuk, hogy a Bede Zsolt az... Vagy... Ja, oké. Okay. A cigány geci, meg a nyomorult disznó. Két veréb, a herélt, meg a cigány. Most ez... Oké. Okay. Hol lennétek nyomorultak, véglények, egy dagadt herélt, meg egy buta cigány? Majd, ha a Gyurcsa zsidózik, vagy ha egymás dugjátok. Nyomorult két geci veremek. Szopd a apád. Két ekkora csicskák, mint ti vagytok. Jézusom, ez a Facebook, bazen. Milyen szántják be az egészet, bazen. Egész Facebookot le kéne törölni az internetről. Hát ez valami kegyetlen. Kettő takony ossza a ést, majmok. Ezt megkaptuk, basszuk meg. Azt mondja, két ostoba. Betegek vagytok? Két undorító, ostoba tetűk vagytok. Beszaladtok előbb-utóbb a faszerdőbe. Oké, oké. Oké. Lássuk. Nyomorultak. Két gernya hernyó. Ez két jó. Hulladék. Nézd, mobbingos. Két faszkalap. Dagadt, de nincs szakála, de maradsz vihogi visító. Ez nem mi a messzi. Jó, mondjuk ezt megkaptam. Ha-ha-ha, a maradsz ha-ha-ha. Oké, okay. Szuperok vagytok, nyilván van az jó. Két nyomorult genny. Jól szájba kéne verdesni ezt a két gennyes nyomorultat, a cigányt, meg a heréltökű malacpofát. Nyomorultak beszélnek komoly emberekről, lúgni fognak előbb-utóbb. 49 éves, ja a malac mondja, na meg a buta cigány, Tóth Gabizi. Hát amúgy, én most már egyre inkább érdekel engem ez a Géza, hogy... Már beszéljünk már tényleg. Betegek vagytok, nincs normális témátok. Két undormány jól megneveltek benneteket, bukó paraszt szintén vagytok. A cigányokat miért engedik ide? És mi a bajod a cigány? Nem? Két buzi. Elfogyott a hely a rezervátumba, köcsögök. Ti kik vagytok, ti kutyák? Ugattok kettő buzerant. Na, a buzik! Két kis köcsög, nagyon gyengék vagytok. De miért, amikor már tele van ezzel a kommentációt, miért rakod hozzá még a magadét is? Te próbálják egymást felülmúlni szellemességben? Igen. Ezek annyira szánalmasak, hülye baloldali buzik. Elhúzhatnátok már a büdös francba. Beszélni sem tudtok, de énekes kritizáltok,
fogyatékosok. Szerintem kérjétek meg édesanyátokat, hogy kezdhessétek újra az első osztályt. Ez amúgy nem is, nem vagyok benne biztos, hogy ezt a szülőt szüleit vannak, kell. Vannak itt a Mentzer Tamásra kitérhetünk, hogy megsértődött ránk? Szerintem mindenképp térjünk ki a Mentzert. Szóval jól van ez így? Mert... Micsoda, hogy megsértődött? Hogy válaszolt, azt hiszem. Hol? Valami, hogy valaki belinkelt, várjál. Vagy ez holnap jól van ez? Jó, holnap jól van, ezt felírom ezt is. Ezt a valahol itt a valami műsorban a fogyatékosok nevezték, és ez kifogásolt. Lehet, hogy mi voltunk. És a Discordban rakta be valaki. Aha, már mint most az évértékelő. Lehet, hogy valaki fogyatékosnak nevezte egy műsorba, és lehet, hogy mi voltunk. Nem tudom. Hát reálemző lenne. Például itt, agymosott egybites birkák. Olvassátok a kommenteket, faszfejek. Olvassuk. Olvassuk. Köszi szépen. Két barom, miből gondolja, hogy joguk van bárkit is kritizálni? Hát mindenkinek joga van mindenkit kritizálni, aki, főleg aki ugye a közös terünkbe bekiabálja a saját hülyeségét. Így nektek is jogotok van most minket itt kritizálni. Ki ez a két impotens idióta? Ez Harriet Vigyori. Vádaskodás. Ti milyen jogon kritizáltok bárkit is? Bazd meg. A szólás szabadságjában. Igen. A legkárosabb ti vagytok pontosan. Két darab szarkupac. Nálatok ritkán lehet hülyébbeket találni. Takony mindkettő, gyökerek. Fú, bazd meg. Jaj, lehet, hogy ide betegelték szegény. Jaj, ne. Hülye mencertem, a szegény mencertem. Ekkora segfélyeket miért engednek közösségi oldalra? Várják, kire gondol? Magára. Kurvára szarok vagytok, nem sokáig butultok itt, megvízolitoknak is gyengék vagytok. Rölyes, mennyire küzdötök egy kibaszott kereszt felállítása ellen, elképesztő ez a keresztény gyűlölet, amit magatok tettetek. Blabla, bohócok, ti vagytok a kretének. Szállalom, csicskák vagytok, ostoba fajankóti, olvastok kommenteket. Mi is csak röhögni járunk ide, és nézzük az egybites felfogásotokat. Amúgy tényleg nagyon sok visszatérő kommentelünk van. Azért, mert kommentel, és utána újra feldobja, mert azt látja Facebook, hogy oda kommentel, biztos érdekli. Várj, itt van egy Ádámék butasága párosítva a TikTokkal, a legrosszabb kombó, amit csak lehetett csinálni. Nekem ettől a kis szardaraptól forra vérem. De ezt leírta, hogy nagyjából így hiba nélkül. Igen, és a Facebookra, de mindegy. Két mocsok féreg. Két látens homár. Hát. Már azért elcsépelt. Ja. Két fasz. Nem látens. Ezt a kretét. Hát ez a félhülye cigány gyerek is megéri a jenki dollár centekben csak. Mencer talpáig és csak létrával érne fel ez a két kreténet, ebben nem értünk teljesen. Te verép, te két nyomorút nevetni rajtatok lehetne, de arcul ütni benneteket könnyebb lenne két nyomorút, ami nem múlik, nem késik patkányok. Fú, hát, geci, azért biztos... vannak itt indulatok az emberekben, bazeng. Azt a kurva. Ez ugyanaz a Géza, de amúgy ez nem biztos, hogy pont két így van ez a mondás. Két homokos bumerán, malacpofa, heréltökű, meg a cigánygyerek bolsevik kutyák. Ó, ez te... Beteg férgek vagytok. Ez az érdekes, hogy látod, nem is csinálja meg azt, hogy kimenti egy jegyzett tömbbe, hogy mit szokott írni, hanem mindig újra deírja ezt, hogy malacpofa, heréldisznó, cigánygyerek. Ebbe halnak bele a magyarok. Ebbre megsértődtek olyan? Faszfejek, kellene rendes munkát végeznetek szerintem. Nem vagyok, hogy... Hát mondjuk lehet, hogy a idegbajba halnak bele a magyarokba. Tényleg? Három öntelt okoskodó gyökér. Három? Mert ott volt szerintem a Nessa is ebben a részben. Hát én. Vagy nem? De igen. Ha ezt a harmadik barmat hol szedtétek össze? Hát itt Twitch-en. Hú, de vicces volt. Pláne összekapcsolva ezzel a témával. Ja, nem. Tápos csirke trógerek. Jaj, Sándor, de mit most mit tettünk? Ti vagytok daganatok kretének. Megsértődött arra, hogy a daganatokról beszéltünk? Ti vagytok a daganatok. Zsíros nyakú zsidra gyerekek. Most akkor ez ilyen szivárványos reklám volt? Igen. Ezek heri. Ha valakinek a betegségekről, hogy mikbe halnak maga magyarok, arról is a buziság jut eszébe, akkor nem tudom, hogy ki a látens mele. Győzik-e sónak erős konkurencia leszünk. Hát ez... havert a hülyeségben. Sek hülye droidok. A pénzimádat. Mikor a nagyokos butaságokat feltételez. Három szerencsétlen, ahogy lenézik az embereket, az felháborító. Ja, itt szerintem itt lehet, hogy mondtunk amúgy elég keményeket, hogy hogyan élnek az emberek, ugye, és hogy muszáj meginni ezt a ja, ez vicces volt. Meg ilyenek. Nézd, első számú haláz, és ok Magyarországon, erre megsértődte? Már írták ilyenkor kommentet. Rossz szintű daganatok. Jaj, Istenem, erre is megsértődtek, beszarok be ezen.
Hogy lehet, erre is megsértődni? Nem tudom. Én nem értem az embereket, tényleg. Te vagy a rák. Miért nem szóltatok rám, hogy ez a Harry egy nagy darab, zsíros, rossz színűtő daganat. Ja, igen, ez a Géza barátunk azért tudja. Ez ekkora baromság, mint az egyéb klímaiszti. A halászhajósok miért nem kapnak bőrrákot? Hát kapnak. Hát azért sem, mert te nem kapsz agyrákot, bazzeg. Tényleg, mi a fasz van itt ezekkel az emberekkel? Hogy lehet megsértődni? Tényekre! A magyarok eleve nagyon betegek a rengeteg kötelező oltás miatt, ami más országokban nincsen, mert minden oltásban rendkívül káros anyagok vannak. Például alumínium. Gondolom, hogy valami vegyületben ott van az alumínium, mint egy darab. Pont a naptejek okozzák a bőrrákot, megfejtette Andrea bazzen. A föld meg lakos. Jó, mondjuk okay. A Facebookon ezt nem viccből írta valaki szerintem. Na, a Harry dagat meg a cigány már a daganatokat is megmondja nagy hullaszakértők is. Persze, hogy a Géza. Ez a Géza, az meg mindig megemlíti, hogy mit, cigány meg a dagat. Na várj, de itt van egy... De bocs, csak az egyik szídás, nem? Tessék. Cigány az csak egy leírem, hogy persze. Tudja, hogy melyikről beszél. A cigány az önmagában, az miért lenne szégyen, hogy valaki cigány? De az a dagadság is, hát pajzsmirigyes, nem tudtátok? Na várj, mert itt van egy érdemi hozzászólás. Buzik. Langyos virslik, az agyrágó bogár ilyen hajnal fejetekben. Bám! Hát ezt most megkaptuk, bazzák. Egy ilyen ti nem kaptatok bőrákat, mert rettentő vastag és pikkelyes. Tíkemberek lennék. Tíkembere. Egy ilyen gondolattal vissza is ülnék az autóba, és csináld meg magad. Te hülye gyerek anyádnak is észt a kocsfalékot adod be. Rózsik. Mondom, igen, amúgy nem, az anyám orvos, úgyhogy nem kell beadnom neki az oltást, mert ő adja benne nekem. Hát ez a probléma. Ez a baj, ezért vagyok kémia biztos. Ez már régen el lett kurva. Igen, most miért az orvosok hallgassak orvosi kérdésekben? Miért nem a Facebook kommentelőkben, ahol láthatóan röpködnek a magas röptű gondolatokban ezen? Ez a magas röptű, na tessék, itt írják is. LMBTQ Momentum Feature. Feature, oké. Erígy a picsába, hülye gyerek, mondja a Torrente. Ezt azért megkapcsolom. Pizzország bócai bemutatták. Okay. Na, verép, homi, sötétek. Jó van, na, most már kezdem megunni amúgy. Ugyanaz, mert mindig ugyanazok szoktak kommentelni, az a probléma. Szentelés. Várj, ott nincsen sok komment. Nem annyira. Államtitkár. Furcsa is, hogy a szentelésnél nem kaptuk meg a magunkét. A dagat, herélt, marac, pofa meg a cigány. Géza a legnagyobb rajongó, az összes videórá kommentál. De mindig ugyanazt mondja, hogy van a dagat meg a cigány. És mindig csak ugyanezeket. Azért most már kezdenek kirajzolódni nekem itt a dolgok. Ja, vannak, akik néha, tehát akik meg csak így ide tévednek egy-egy videóra, mint itt István, kik ezek a tahók, és miért ugranak mindig fel, már nagyon unalmasak. Na, ezek szerint felugrunk. Nem kommentel úgy tűnik mindig. Az a cigány gyerek is megéri a pénzén. Megint a Géza. Csak kérdezem, kik ezek, és mitől ilyen okosak. Köszönjük szépen. Hát tájékozódunk, köszi. Ha valakik tahók, akkor ez a két bohóc az. Nem a mondani való érdekli őket, hanem az előadón gúnyolódnak. Hát, mondjuk itt az államtitkár, ezt nem mondanám előadónak. Hát jó, fú, ez amikor itt, amikor olvassa a papírról a mentszer. Hát... Hogyha annak tűnt, hogy ő egy előadó, akkor lehet, hogy ez nem jó. Igen, azt miért másra iratja meg? Hoppá! Ezt átadták a padot? Igen. Saját maguk, ez Lipsis útyók. Ne beszéljünk az átadott autópályákról, a Felső-Tiszai árvízi tározóról. Ezek legalább nem padok, még csak el is szoptak nagyon sok. Szellemi toprangyok. Minden szavatok igaz, oké, saját nyomorunkon röhögünk. Mit na, csináljunk? Hol van a vizé? CEU diplomások, menstruáltok. Hát, ezt megkaptuk, azt kell, hogy mondjam. Gyurcsány 40 centis kilátója. 40 centis kilátója. Nem voltak ilyen 40 centis kilátók. Az is elég nagy botrány volt, igen. Ez az ország vicc szállalmas bohócok. Nagyon rosszak vagytok. Hát, Jácint. De már megint itt vagy, Jácint. Te nem azt kérdezted, hogy miért dobja föl mindig? Hát én meg kommentel. Két mama foteles fasz. Most mit mondjunk erre? Nem tudunk mit mondani. Jó, elegem van. Következő. Hoppapá! Vicskén a bohárember. A bohárember.
Amúgy itt azért vannak megtekintések, nem akar a Facebook adni valami pénzt azért. Féreg komcsik vagytok, gyenge szarok vagytok, ahogy látható rossz dolog, beltenyészet, és mindjárt kettő is van belőle. Bohár legalább tud beszélni, itt is útjó bumerángok, beszélni sem. Az a kérdés, hogy érdemes-e neki beszélni. Tolvajok fejedelme, ez erős, figyelj, ez erős. Tudom, hogy jön ide. Óriási élettapasztalattal rendelkező két okos tojás mindenhez is jobban értenek. Hát ez remélem nem a miniszter, ez a Nagy István. Ezek kik? Ja, már tudom. Retardáltak vagytok, Bohár Dániel árnyékában sem állhattok, de nem is szeretnénk. Szerencsétlen langyos gnómok. Ennyi pénzért ti is ezt nyomnátok. Hát, na látod, ez a különbség a Bohár meg köztünk. Ki ez a két szerencsétlen, ezek olvasták az orosz tankönyvet? Két belterjes okoskodik. Ez nagyon gyenge, Bohár mérföldekkel van ettől. Azért látom jó patkánynak lenni két kommunista köcsög. Ez mi az az állat, Ádám? Tehén. Ti őt másoljátok, picsába sem voltatok, mikor ő már ezt csinálta. Hát amúgy az tény, hogy ő a célpontban már előbb elkezdett dolgozni. De ilyen internetes videókat mielőbb gyártunk. Na, az igen, ebbe a szakmában mi voltunk. Igen, sajnos ő utánoz minket, meg az egész patrióta próbálom. Most már látom, ökrök, az két ökör volt, igen. Ökrök vagytok. Két buzi. Spermabankban lehet lenni a Pohár Dániel. Lipsi Fos Média. Magyar kórház vagy kosztarikai börtön. Ez nagyot ment. Ez mindenhol nagyot ment amúgy. Na, lássuk. Hazudtok kis munkásőrök. Hát, nem tudom. Két vigyorgó gyökér. Nem én voltam a kommunizmusban pártfunkcionárius. Ezen nevetgéltek? Tegyetek ellene. Ja, hogy semmit nem értetek, ez felment benneteket a felelősség alól. Hát amúgy, hogy... Hát azért, hogy János kórház hogy néz ki, arra tényleg nem sok befolyásom van. Ez a Janosz is visszatérő amúgy, de amúgy azt is hozzá kell tennünk, hogy ugye vannak emberek, akik ezért vállaltak a felelősséget, hogy ezt menedzseljék. És hát mi rajtuk kérjük számon, ez egy olyan elvetemű dolog? Azt mondják, hogy 2020 előtti állapotokra beszéltek, a kórház azóta már fel lett újítva. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy János kórház már teljesen fel lett újítva. De meg jó, figyelj, én elhiszem, hogy vannak ott olyan képek, amik azóta már ugyanazok a helyek már fel vannak újítva, de ettől még azért azt kimondhatjuk, hogy valódi problémák vannak a magyar egészségügyben, például ugye az épületek állapotában is. Igen. Szombathelyi Böriben padlófűtés van, és ez vicces atya. Nem nevetséges, mert ti is ide fogtok bekerülni. De pont ezt szeretnénk megakadályozni, hogy márki, aki bekerül ilyen körülmények között legyen. Na, bezárulak titeket, és lehet szabadulni nevetgélni. 2006-ban már így nézett ki. Mi ebben a vicces? Istenem. A nyomor. Hogy lehet ezen röhögni, nem is értem. Jaj, nem bírom. Igen, van már. Emélem, már nincs valami videó, ami nagyon. Hol van nagyon... a nézettség amúgy? Legokosabb Fidesz szavazó. Ez még az nem fog tetszeni neki. Hol volt a nézettség állam? Hát csak abból látom, hogy hány komment van. Aha. Barmok vagytok mindketten. Ezek ti vagytok az ellenzéki összefogók, és az árnyék kormányban bohóckodó. Megtudta, hogy te is árnyékminiszter vagy. Kicsit irigy vagyok a rajongótáborotokra, agyhalottként tudnak kommentelni. Hát én nem úgy látom, hogy ez a rajongótáboron kommentel amúgy. Ez az apátok, kb. Ennyi eszetek van. Mi történik ebben? Nem, de csodálkoztok, hogy nem látjuk az árnyék kormány. Mi közünk van ahhoz bezzel? Roller, mosás, háztartási atomenergia. Ez mi közön van ahhoz? Nokedli huszárok. És a te árnyékos hol van? Hát igen, a mi árnyék kormányunk. Ki ez a két hülye? Kormányunk az ugye itt van. Lipsi szar. Mi is röhögünk rajtatok, Ádám, röhögünk és hányunk tőletek felváltva. Komolyan azt hiszitek okosak vagytok? Én örülök, hogyha hánysz. Ez tök kellemetlen dolog, úgyhogy továbbra is nézd a videókat. Komolyan azt hiszitek, okosak vagytok, senkik se vagytok szájhősök. Hát ez ilyen. Megjátszott videó, ilyet a Fidesz is tudna csinálni, csak sok bunkó balos közül nem tudnak választani a szerepre. Te mi történik ebben a videóban? Nem teljesen értem. Meg fognak sérteni. Ja, ezt tudod mi, ez a, amikor ez a csávó próbálja beütni a nem tudom mit a... Ugye a fát, hogy ez nagyon vicces volt. Undorítóak vagytok. Cigány gyerek meg a malacpofa a heréltökű vihoz. Kitalált ki volt? Tehát kezd repetitív lenni ez. Vannak itt állapotok. Úgy látom, ezek még nem pörögtek meg. De az elén is volt egy, ami nagyot, mert nem tudom melyik le. Ott volt egy 39. Már régóta nem néztünk meg semmit, ja. Állam. Na, sem meg kell nézni valamit. Nem, most már elegem van. Eleged van? Elegem van.
Lehet, hogy régen még, nem ment annyira, de most amúgy ezek szerint az látszik, hogy nagyobbat mennek most már a videó. Hát itt már nincs több. Szóval most már nagyobbat mennek, mint régen. Uh-huh. Úgyhogy most már több. Nincs valami, ahol megnézhetem, hogy... Valami statisztikát. Hát igen, érdekelne, hogy mennyien néznek minket a... Gyere, Borka, te értesz ehhez. Post-reach az elmúlt 28 napban 500 000. Ez 70 ezer post-engagement. Ez nem rossz, bazznek. Hát ezt is el kell adnunk, gyerekek. Ez elmúlt 28 napban. De hogy lehet külön a videókat megnézni? Á, amúgy tudod mi? Ez valószínűleg ugye a múlt hét miatt jött ez a new follower 1600. De a videóknak a statisztikáit akarom megnézni. Ez hol lehet? Nem a post reach érdekel, hanem hogy hányan nézték meg. Ez nem olyan egyszerű, úgy látszik. Hát de az a postra vonatkozik, a videóra. De nem az a reach, az, hogy hányan bennek ajánlottak, és hogy hányan nézték meg. Igen. Na mindegy, ez tanulságos volt, hogy amikor azt mondom, hogy a Facebookon mekkora szellemi nyomor van, akkor lehet, hogy értitek már, hogy pontosan mire gondolok amúgy. Nem biztos, hogy ez az átlag, ami itt megy, de fú, szóval én ritkán látok mást. Tehát felmész Index, Telex, 444, bármelyik Origo, szóval ott is a komment szekció borzalmas, benézett csoportokban borzalmas, szóval a legnagyobb szellemi nyomor van a Facebookon, ami, hogyha egy az egyben le lenne törölve a Facebook, az szerintem segíteni a társadalmat, ha mondjuk holnap megszűnne a Facebook. Már félnék, hogy azért felszakadnának más helyekre az emberek, de valószínűleg jót tenne amúgy. Hát nem tudom. Szerintem csináljunk a multi-streamet? Streamjünk Facebookra is? Ki kéne próbálni? Ott mi? Érdemes lenne megnézni. Valószínűleg kapnánk néhány keresetlen szót. De hát amúgy szerintem ezek az emberek, hogyha nem lenne olyan a Facebook, akkor megtalálnák a másik helyet, ahol ez tud így terjedni. Szerintem egész egyszerűen az emberek szeretnek ilyen büdös tahók lenni, és a Facebook az nagyon kényelmes erre, mert ott minden elérhető. Az egyetlen dolog, ami miatt szerintem nem érdemes ott büdös tahónak lenni, az az, hogy ugyebár hát mindenki látja a nevedet meg, hogy ki vagy. A legtöbben ugyanis úgy vannak fönn azért Facebookon. És ebben amúgy viszont azt gondolom, hogy egy nagyobb adag tökösség is van, mert azért YouTube-on ilyen Gabe meg Dave név mögé bújva köcsögösködni, meg ocsmánykodni, ez sokkal kevesebb, mint azt mondani, hogy én vagyok a nem tudom milyen Géza, és ide írom, hogy te cigány, te malacpofa. Szóval ez azért egy komolyabb bevállalás. Csak ez furcsa is, hogy ja, több nyilvánossággal még bunkóbbak az emberek. Szerintem jobb, hogy Facebookon vannak ezek az emberek. Maradjanak ott, maradjanak abban a kis... És akkor én elkerülöm a Facebookot, és akkor mindenki békességbe lesz. Kivéve hát nem kerülöm, mert teljesen, mert kirakjuk a live-okat oda. És nem a live-okat, de most már azon gondolkozom, hogy live-ok is menjenek, mert ez baromi jó, bazd meg. Fél évente még végignézhetjük. Most már nincs ilyen a Twitch-en amúgy, hogy exkluzivitás, szóval érdekes lehet olyan szinten, hogy akkor, ha ki-streameljük csak kíváncsiságból egy hétig, mert ezt próbáltuk, hogy TikTokra streameljük, csak hát mi lett a vége, hogy 5 perc alatt mindig le van tiltva az egész műsor, ami érdekes számomra, és hát gondoltam, akkor ki lehet próbálni a Facebookot. Hát azt meg, hogy mi lesz, valami pozitív dolgot is szűrjünk le ebből. Hogyha nem értitek, hogy miért van 2/3, akkor és hogy miért nem hat az emberekre az észérv, vagy miért nem lehet meggyőzni embereket, vagy mi az, amivel bármennyit magyarázhatunk, emberek így se, úgy se lesznek meggyőző. Szóval ez az a szint, amikor érzed, hogy eszköztelen vagy, hogy ezeket az emberekhez szólni tudjál. Eszköztelen vagy. Online igen. De biztos vagyok benne, hogyha élőben beszélnénk velük, akkor azért szerintem szót érteni. Hát de nem tudunk mindenkivel élőben beszélni. Persze, de szerintem nem kell, tehát a Facebook vrecsid reálmiában az emberek eleresztik magukat, és a borzalmas sötét énjüket azt így szabadjára engedik. Én szerintem erről van szó. Én nem sajnos hiszem, hogy nem igaz, amit írsz. Nincs több pozitív komment. Lehet, hogy a YouTube-on, igen, TikTokon. Sok pozitív volt, amiről nem. Volt, de amúgy nem több. Szóval van, ami alatt meg csak negatív van, de akkor általában felhergelik magukat. Úgy érzem, hogy a Facebookon, és a YouTube-on mondjuk kommentálnak a témával kapcsolatban meg minden is, de hogyha a Facebookon, mint hogyha csak azért kommentelnek emberek, ha idegesek. Ők ilyen levezetésnek kommentálnak. Amúgy ez azt a sok primitív dolgot, amit itt a mi komment szekciókban most látok, én ezt nem bírom elviselni. Mi az, hogy minimum érettségi kéne az, hogy elmessen az ember szavazni. Ez olyan szintű
olyan szintű mondás, mint az, hogy csak az épületért lenne kár. Nyilván nem így működnek a dolgok. Meg lehet, hogy itt a naivitásomat mondják. Szerintem ez nem naivitás. Itt látszott, hogy van néhány ember, aki a szószólója ennek a köcsögösködésnek. Azon kívül pedig emberek egy-egy kiragadott mondatból próbáltak meg véleményt alkotni, a saját világukba elhelyezni, hogy akkor mi hol lehetünk, és akkor oda gyorsan így beerőltettek minket, és akkor leírták a fasságukat. Azokat az embereket is úgy érzem, hogy attól még emberként meg lehet érteni, akik ezt a sok tahóságot leírták. Azt mondom, hogy nekik itt ez a sötét perszónájuk, ami megjelenik szintem. Nem hiszem, hogy élőben is pont ugyanilyenek, mert akik élőben ilyenek, azok a Facebookon szerintem nem így ugatnak, hanem azok szerintem élőbe ugatnak. A másik, meg a többi ember, az meg egész egyszerűen nehezen tájékozódik, az arcába nyomják így a propagandát, a különböző pártok, most lehet ez a DK, lehet ez a Fidesz, és akkor csak ezt meghallgatja. Ennél több van minden egyes emberben. És én értem, hogy nagyon nehéz az ilyen hithűen megvezetett emberekkel szót érteni, de én biztos vagyok benne, hogy lehet. Ez szerintem nem naivitás. Az más kérdés, hogy nem érdemes. Lehet, hogy nem érdemes. Meg lehet, hogy te a saját életedben egy percet nem szeretnél erre szállni, ezt is megértem. De ettől még nem lehetetlen, és nem, szerintem nem kell azt mondani, hogy aki ilyen hülyeségeket ír, az akkor egy onnantól kezdődik. Úgy mondani, mint a beszédet. Lassan tagoltad. Igen. Mostantól nagyon hülye hangzana. Olyan jó lenne, mostantól úgy beszélnél mindig. Mindig kinyilvánítok három mondatot, és akkor azt írjátok meg a képviselőknek. Akkor az van, hogy szevasztok, holnap reggel újra találkozunk. Ja, köszönjük, hogy ennyien itt voltatok. Nagyon, nagyon izgalmas volt ez a... Hát ez tényleg tanulságos volt.